Kaposi Endre, Szendőfi Pál és Szentesi László képzőművészek három szólam című kiállítása nyílt meg pénteken a Kortárs Galériában. Az érdeklődők festményeket, grafikákat és egyéb képzőművészeti munkákat tekinthettek meg. A dolog hátterében az életkorunk rejtőzik, mert ugye mind a hárman megvénültünk, 75 évesek vagyunk, sőt a Szentesi egy kicsit idősebb is már nálunk, és hát valószínűleg ez adta az apropót a Jénert Tibornak, hogy felvállalja ezt a rendezést, és én nagyon hálás vagyok neki, nagyon köszönöm, mert az az érzésem, hogy egy ilyen kiállítás, amelyik ennyire különböző világok, festői vagy művészi világokat vonultat fel, ez mindenképpen tanulságos a művészeknek is, meg a közönségnek is. A kiállítás április 20-áig megtekinthető, előzetes jelentkezés után csoportos tárlatvezetésre is van lehetőség. Ezen a kiállításon egyedi grafikákat hoztam, ezek tusrajzok, kisebb és nagyobb méretű tusrajzok. Hát hogy hogyan készülnek, ezek olyan nagyon alapos, kidolgozott vonalhálókból épül fel, és pontokból. Itt vannak helyhöz kötött témák, földrajzi helyekhez, úgyhogy esztergomi, mert esztergomi születésű vagyok, és az esztergomi művészségnek is tagja vagyok. Esztergommal kapcsolatos történelmi kép, Babits Mihály vers illusztráció, ami hát nem konkrétan a illusztráció jellege van, de hát szabad grafikaként szerepel. Aztán Neszmélyi témájú kép és Tata. Tulajdonképpen a 50 év alatt nagyon sok periódusom volt, ami tulajdonképpen három nagyban összpontosodott. Az első a grafikák voltak, sokszorosító grafikák, majd utána jött a csillagászat, amit először meg kellett tanulnom, és utána hozzá fogtam festeni a csillagászatot, itt csak 4 darab kép látható belőle. És most az utóbbi időben pedig olyan 3-4 éve konstruktív témákkal foglalkozom, ezek mind geometriák. A tavaszi fesztivál idején, március 30-án személyesen is találkozhatunk az alkotókkal egy beszélgetés keretében, melyet Lévai Ádám grafikus vezet majd.